Miért választotta eredetileg a pedagógusi pályát? Hogyan került a politikával kapcsolatba, és melyik foci csapatnak drukkol? Többek között ilyen kérdésekre is választ kaphattak azok a diákok, akik részt vettek azon a rendhagyó beszélgetésen, melynek során Szamosvölgyi Péter Sátoraljóhelyváros polgármesterének hétköznapi, emberi oldalát ismerhették meg, hiszen egy városvezető is ember, férj, nagyapa. Talán kialakul egy kép egy városvezetőről, egy polgármesterről, egy országgyűlési képviselőről az emberekben, azokból a protokoll találkozókból, ahol vagy láthatják élőben, vagy televízióban, vagy rádióban. De az nem az. Az a munka, amit végez, és mi is pontosan ugyanolyan gyarló, örülő, szomorkodó emberek vagyunk tele érzelemmel, mint bárki más, aki ebben a teremben volt. És ez nem látszik soha, hiszen a mi munkánk ezt nem igen teszi lehetővé, inkább a visszafogottság kell, hogy minket jellemezzen. De nekünk is vannak elképzeléseink, vannak feladataink, van munkánk, amit emberként, egyszerű emberként kell, hogy elvégezzünk. A kérdéseket a település aljegyzője állította össze. A polgármester kifejezett kérése volt, hogy előre nem mutassák meg neki ezeket, hogy a válaszai és reakciói minél spontánabbak legyenek. Fazekas Márk számára nagy megtiszteltetés volt, hogy ráesett a választás. Próbáltam kicsit visszagondolni, bár nem vagyok olyan idős, de azért én is már több mint 10 éve érettségiztem. Próbáltam a fiatalok fejével gondolkodni, hogy mely kérdések lehetnek azok, amelyekre szívesen meghallgatnák polgármester úr válaszait. Próbáltam egy picit időrendbe is haladni, gyerekkortól kezdve, tanulmányai során mik történtek polgármester úr, amik motiválták, amelyek ebbe az irányba terelték, ahol most van. Valamilyen szinten a közélet is érintve volt, nyilván olyan aspektusban, amely érdekelheti tényleg a diákokat, mi várhatja őket itt Sátoraljóújhelyben, ha itthon maradnak, és szeretnénk, hogy minél többen itthon maradjanak, óriási perspektíva van a településben, a városban. A beszélgetésre a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium humán szakmai napjának keretében került sor. Mindig egy meghívott vendég a humán szakmai nap egyik pontja, egyik programja, és a diák önkormányzat, a diákok kérése, és ahogy itt a felvezetőben is mondtam, illetve hát polgármester úr és aljegyző is említette, hogy egy politikust más aspektusból lássanak, és kicsit az emberi oldalát, hogy hogyan, mik azok az értékek, mely értékek mentén politizál, hogyan gondolkodik a világról, és akkor a diákok, picit diákok kérdése is benne voltak ebbe, kicsit szakmai, de mégis emberi volt az egész interjú. Ugye nagyon örülök, mert ahogy én láttam, folyamatosan és szépen figyeltek a diákok. A beszélgetést végighallgató fiatalok ezek után talán közelebb érezhetik magukhoz azokat is, akiket csak a televízió képernyőjén vagy ünnepségek során látnak, öltönyben tökéletesen megkomponált beszédeket tartva.